Szeretettel köszöntelek benneteket, a suli járót látjátok. Reméljük, hogy mindenki kipihente már a tanév utolsó napjainak fáradalmait. Mi igyekszünk egy kicsit segíteni nektek a kikapcsolódásban. Tartsatok velünk, lássuk, milyen témákkal készültünk ezúttal. Kontroll. Külső szakmai ellenőrzést is bevezetnek az új közoktatási törvény szerint. Sikeres évzárás. Informatikai eszközöket nyert pályázaton a Nyírlugosi Általános Iskola. Beruházás. Digitális táblákkal gazdagodott az Ajaki Általános Iskola, az újfejetői óvoda pedig megújult külsővel várja a gyermekeket. Színvonalas pedagógia, minőségi tankönyvek, korszerű eszközök. Ezek az új közoktatási rendszer alapvető követelményei. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára a közelmúltban Biri speciális iskoláját látogatta meg, ahol beszélt többek között a tárca új terveiről is. A Dankó Pista általános iskolában, szakképző iskolában és gimnáziumban 1500 gyerek és fiatal tanul. A pedagógusok célja, hogy minden diák saját adottságaihoz és képességeihez mérten fejlődhessen egyéni tempóban. Ez az egyik legfontosabb eleme az új közoktatási struktúrának is, amely a színvonalas oktatás, a korszerű eszközök használata és a szeretetre épülő pedagógiai munkaköré épül. Az oktatásért felelős államtitkár múlt pénteken Biriben tett látogatást, ahol a helyi tanároknak és települési vezetőknek tartott konferenciát. Minden kiváló iskola tökéletesen bele fog illeszkedni az új oktatási struktúrába. Azért is jöttem el ide, mert azért ez nem egy szokványos iskola, nem önkormányzati, nem egyházi, hanem egy alapítványiskola. Ráadásul színes, óvodától a gimnáziumig, szakiskolán keresztül minden tartalmaz. És érdekelt, hogy így a fővárostól távol, valószínűleg nem könnyű körülmények között mit lehet kihozni egy olyan iskolából, ahol vannak hozzá jó adottságok, és amit itt láttam, az rendkívül meggyőző. Meggyőzött ismét arról, amit régóta tudtam, hogy egy kiváló tantestülettel és kiváló igazgatóval csodákat lehet művelni, hogy nem lehet iskolát vezetni, iskolát építeni csak tűzzel, csak akarattal, csak sok munkával, ahol nem méricskélnek mindent. Úgy látom, hogy itt ilyen tantestület van. És ez visszatükröződött a gyerekek műsorán. A tehetséges, jól kezelt, szeretettel kísért gyerekeket láttam, egészen a kisóvodás csoporttól a felsőbb évesekig, és az a fajta törődés, amit itt észrevettem a pedagógusok szemén, az meglátszott a gyerekek produkcióján. És ezen kívül ismét rácsodálkozhattam arra, ami mindig meghat engem, amikor tehetséges gyerekeket látok, meg mindenről megfeledkezve átadni magukat a zenének, a táncnak, és ezt magas színvonalon művelve. Úgyhogy egy kicsit meg is vagyok hatva, az ilyen iskoláknak a jövője hosszú távon biztosított. Nyilvánvalóan meg kell találni majd az új közoktatási törvénybe az ilyen sajátos helyzetű iskolák finanszírozásának a módját, de vesztenivalójuk vagy félnivalójuk nincsen, úgyhogy megnyugtathatom az ittenieket. Folytassák csak tovább a munkájukat, most egy kicsit menjenek el pihenni, mert nyilván a hosszú tanévben azért kifáradtak, és folytassák ugyanígy, ahogy elkezdték, mert ebben van jövő. Nem volt egyszerű a vidéki iskoláknak talpon maradni és fejlődni is mindegyszerre az utóbbi évek során. Mi lehet a következő rendszernek a kihívása, amire oda kell figyelni, aminek meg kell mindenképpen felelni, hogy a továbbiakban is lehetőség legyen fejlődniük az intézményeknek? Ehhez nagyon sok minden kell. Először is kell, hogy legyenek gyerekek. Ez az egyik legfájdalmasabb története napjainknak, hogy fogy a gyerekek létszáma, amiből következik, hogy sok helyen bezárnak iskolákat, nem működnek. És hát fogy a magyarság, tehát ezt a folyamatot visszafordítani a legfontosabb nemzeti feladata mindenkinek, akár iskolában dolgozik, akár metrót vezet, akár szántóvető ember. Na most, ha vannak gyerekek, akkor a következő lépés az, hogy jó színvonalú legyen az iskola. Ott a legkorszerűbb eszközökkel és legkorszerűbb módszerekkel dolgozzanak, hogy a kis településeken élő szülők, akik igényesek arra, hogy a gyereküktre milyen jövő vár, ne akarják elvinni onnan a gyerekeket. A szülő azért elég pontosan tudja, ha az iskolában nem törődnek eléggé a gyerekkel, nem fejlesztik,
vagy uram, bocsánat, nem szeretik eléggé, akkor azért a mai közlekedési viszonyok között nagyon sokan megteszik, hogy átviszik nagyobb településre, vagy másik településre, nem feltétlenül a nagyobbon van a hangsúly, hanem a más minőségen. Most éppen ezért, hogy az iskolák pedagógiai munkájának a minősége kiegyenlítettebb és jobb legyen mindenütt, ezért az új oktatási rendszerben bevezetünk egy olyan rendszeres külső szakmai ellenőrzést, amely segít talpon maradni, segít abban, hogy a színvonal mindenütt emelkedjék. És akkor a harmadik lépés az, hogy az oktatás irányításnak és a költségvetésnek meg kell teremteni az anyagi feltételeket, hogy valóban jól működhessenek ezek az iskolák. Ezt úgy módon próbáljuk megoldani, hogy az alsó tagozatot minden településen megtartjuk és megerősítjük, ahol erre igény van. Sajnos elég sok helyen elszoktak attól, hogy ott létezhet még iskola. Ez egy nem egy örömteli története volt az elmúlt évnek, hogy pályázatot hirdettünk alsó tagozatok újranyitására, és nagyon kevesen pályáztak. Talán majd megértik a szülők azt, hogy a gyereküknek akkor tesznek jót, ha ott tartják helyben, ha nem utazik órákat az a kisgyerek, 10 éves koráig ott marad a településen. Persze ezt csak akkor fogják megtenni, ha valóban jó lesz az iskola, a dolgok összefüggnek. A felső tagozatokhoz pedig olyan körülményeket kell teremtenünk, hogy ott már meglegyenek a korszerű eszközök, a tankönyvek, a kiválóan képezett tanárok, ott már kisebb utazást lehet vállalni. De szerepel a programunkban, ez persze hosszabb távon valósul majd meg az is, hogy centrumokban, nagyobb településeken kollégiumokat is létesítsünk, amelyre azért is szükség van, egyrészt, hogy ne utazzanak annyit a gyerekek, másrészt a kollégium adja meg a nevelő munkának igazán a terepét. Ez is évszázados történet Európában, ha egy iskola meg egy kollégium együttműködik, és azonos hatások érik a gyerekeket, és mind a kollégiumban, mind az iskolában azt tanulja a gyerek, hogy dolgozni kell, a kötelességet el kell végezni, reggel föl kell kelni, el kell menni az iskolába, akkor is, ha kicsit fáj a fejem, akkor ebből felnőhet ismét egy olyan dolgos, munkás társadalom, amelyik majd ezt az országot virágba borítja. Mert sok a baj, sok a probléma, ezeknek a kezelését az bizony az iskolában kell elkezdeni, hogy a gyerekek ismét megtanulják azt, hogy munkára építve lehet egy életet megtervezni, és egy egészséges társadalmat is felvirágoztatni. Tudjuk azt, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok, ezért a fenntartók is változtak, és változnak is a közeljövőben, akár a nem messze lévő Nyíregyházára, vagy Újfehértúra gondolok, nem mindenki biztos abban, hogy akár egyházi fenntartásban, vagy alapítványi fenntartásban ugyanolyan oktatási módszerek érvényesülnek majd, mint mondjuk egy önkormányzati iskolában. Az új rendszer milyen feltételeket szab, garantált lesz-e, hogy mindenhol ugyanolyan színvonalon, ugyanolyan követelményeknek megfelelően oktassanak? Erre az oktatás irányítás 3 garanciát tud adni. Egyrészt az, hogy egységes és kötelezően választandó kerettantervek lesznek, amelyeket szigorú szakmai szempontok szerint fogunk ellenőrizni. Ehhez rendelt tankönyvek lesznek. Megszűnik az az állapot, ami most van, hogy 15-20 féle tankönyvből lehet választani, ki tudja milyen szempontok szerint. Tehát a tankönyvek azt fogják sugározni, amit a tanterben előírunk. És a harmadik, amit már említettem, egy olyan külső szakmai ellenőrzés, amely egyaránt fogja érinteni az önkormányzati, az állami és az egyházi iskolákat is, amelyek azt fogják ellenőrizni, hogy valóban megtanítják-e a gyerekeknek azokat az ismereteket, amelyeket meg kell tanulni. A pedagógiai munka megfelele a korszerű elvárásoknak, és amennyiben úgy találja az ellenőrzés, hogy igen, akkor az további szárnyakat fog adni az iskolának, hiszen ez egy ilyen pálya, ahol kihúzzuk magunkat boldogan, ha pozitív visszajelzéseket kapunk. Amennyiben pedig negatív tapasztalatokat szereznek, akkor intézkedést javasolnak majd az iskola igazgatójának, fenntartójának, hogy hogyan javítsák a színvonalat. Mindehhez persze pénzre is szükség van, nem is kevésre. Jelen pillanatban abból van a legkevesebb, de itt is, ahol itt jártam, és bárhol azt tapasztalom, hogy a tanárember, értelmiségi, gondolkodó ember pontosan tisztában van azzal, hogy olyan helyzetben van az ország, hogy egyik napról a másikra jelentős javulást az anyagiakban nem remélhetnek, de bíznak abban, azokban az ígéretekben, amelyeket a kormány és az oktatás irányítás is többször megfogalmazott, hogy arra törekszünk, hogy a pedagógusok életszínvonalát, az iskolák körülményeit anyagi tekintetben is
javítsuk, és ehhez hozzárendelünk természetesen minden olyan szükséges eszközt, amelyeket részben itt elmondtam. Úgyhogy a következő tanév jelentős változást nem fog még hozni, viszont a következő tanév első felében elkészül az új oktatási törvény, elkészül az új nemzeti alaptanterv, és láthatóak lesznek már ezek a törekvések. Színvonalas pedagógiai munka, korszerű eszközök, minőségi tankönyvek. Ezek biztosítása az elsődleges cél az új közoktatási törvény szerint. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára elmondta, a következő pedagógiai modell a munkára való nevelést tűzi ki célul. Ahhoz pedig, hogy egy intézmény a későbbiekben is sikeres maradhasson, jó tantestület és igazgató kell, hogy irányítsa az oktatást, hangsúlyozta Hoffmann Rózsa. Az államtitkár szerint emellett vissza kell térni a nemzeti neveléshez, amelyben helyet kap a magyarságtudat erősítése, és újra a diákot kell tanítani, nem a tantárgyat. Digitális táblákkal gazdagodott Nyírlugas általános iskolája. Az intézményből a 2010-2011-es tanév utolsó napjaiban 60 diák ballagott el. Ballagnak a nyírlugosi általános iskola diákjai június első hetében. A 60 végzős hivatalosan is befejezte alapfokú tanulmányait. A 2003-ban felújított intézményben, 20-ként tanteremben, 6 szaktanteremben 312 tanuló tölti mindennapjait. Az iskola az utóbbi években több pályázaton is részt vett azért, hogy minden lehetőséget megadjon a település és a szomszéd falvak gyerekeinek tehetségük teljes kibontakoztatására. Ezt az iskolát 2003-ban kaptuk ebben a formában, akkor volt az ünnepélyes átadása. Ez egy nagyon szép iskola, 22 tanterem van, 6 szaktanterem, és mellé minden szaktanterem mellé még vannak különböző szertárhelyiségek is, és orvosi szoba, gyönyörű étkezőnk van. Tehát ez az iskola 2003 óta van ebben a szép formájában, amit önök itt látnak, és nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon szeretjük, és nagyon korszerű. Mindenféle pályázatban benne vagyunk, részt vettünk a TÁMOP pályázatban, most a TIOP pályázatban, mind a kettőben részt vettünk, és korszerű eszközökkel bővült az iskola. Az iskola létszáma jelen pillanatban 312 fő, minden évfolyamon két osztályunk van, és szeretnénk ezt megtartani a jövőben is. Úgy néz ki, hogy most is két első osztályt tudunk indítani 36 fővel. A nevelés során milyen főbb irányelvek vannak, mi az elsődleges célja ennek az intézménynek, mit szeretne elérni a gyerekeknél? Nagyon szeretnénk azt, hogy a továbbtanulási mutatónk továbbra is ilyen jó legyen, mert most is büszkén tudom mondani, hogy egy tanulunk a Kossuth Lajos gimnáziumban, három a Tóth Árpádban nyert felvételt, és ezt a színvonalat szeretnénk tartani, hogy a jövőben is ez a korszerű iskola ilyen jó képzett gyerekeket tudjon majd tovább képezni a középiskolákban. Pedagógus gárda milyen? Hány fővel dolgoznak, és vannak-e különleges pedagógusai, akik valamilyen területen kiemelkedőt teljesítettek? Pedagógusaink szakképzettek, 27 pedagógusunk van, szinte minden szakra megvan a megfelelő emberünk, és nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv oktatására, az informatikára és a labdarúgásra. Tehát a labdarúgásban részt veszünk a Csió foci kupán is Debrecenben, most például a 99-es korosztály második helyezést ért el. Ezt a vonalat szeretnénk tovább folytatni, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez a mai kornak a kihívásait teljesíti. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az intézmények fejlesztésére és korszerűsítésére. Az oktatás a későbbi tervek között is első helyen szerepel. Az egyik legfontosabb intézménye Nyírlugos városának ez az iskolája. És ebben az iskolában nem csak alapfokú oktatás, hanem középfokú oktatás is van, és szakoktatás is. Én azt hiszem, hogy ehhoz, hogy a jövőben ezek a gyerekek, és akik ide járnak a környékről is ebbe az iskolába, a társadalomnak egy nagyon meghatározó személyei legyenek, és szerepet töltsenek be, ahhoz a legmodernebb oktatást és a legmodernebb eszközöket kellett, hogy megvegye a település, és ez biztosítja a jövőben is a legfontosabb számára az oktatás és az egészségügy. És úgy gondolom, nekem is azért kell megtisztelnem az itt lévőket, az iskolát, a pedagógusokat, a gyerekeket és a szülőket.
Az egyik már legnagyobb feladat ezen kívül, hogy a biztonságos működés, az oktatás színvonalának az emelése vagy megtartása, és egy városfejlesztési rehabilitációs programnak a befejezése. Lehet, önök is látták itt, hogy itt járnak Nyílogoson. Ebben lesz egy több cél, közösségépület, városi jelleg megerősítése, kiépítése, a főutca rekonstrukciója, tájház kialakítás, piac, vásártér kialakítás, ezek röviden, amit jelentenek. 27 szakképzett pedagógus dolgozik a Nyírlugosi Általános Iskolában, ahol az idegen nyelvet, az informatikát és a labdarúgást helyezik a középpontba. Az intézmény szerencsésnek is mondható, hiszen sok megyebeli iskolához képest itt nem tapasztalható a gyereklétszámban csökkenés. Szeptemberben 2 első osztályt indítanak, 36 fővel. A Nyírlugosi Általános Iskola eszközparkja informatikai eszközökkel gazdagodott a 2010-2011-es tanév végén. Az intézménynek 14,5 millió forintos uniós és állami forrásból számítógépeket, interaktív táblákat és projektorokat vásároltak. Ezzel 21. századi oktatási modellt valósíthatnak meg a pedagógusok, a diákok pedig örömmel, hatékonyabban sajátíthatják el a tananyagot. Jelenleg ebben az épületben az általános iskolai oktatás mellett helyet biztosítanak a tanulók számára művészeti képzésen való részvételre is 4 tanszakon: hangszerezzene, tánc, dráma és képzőművészet a Friedens alapfokú művészeti iskola szervezésében. A képzést hétről hétre közel 180 fő vesz igénybe. Az iskola ad helyet a régió egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének, a Báthory István gimnáziumi szakiskolának, ahová Nyírlugoson több mint 150 hallgató jár a környék településeiről a 4 év folyamra és több OK-s tanfolyamra is. Korszerű oktatási eszközöket nyert uniós pályázaton Ajak általános iskolája. Az újfehértói Lengyel Laura óvoda egyik tagintézménye pedig teljesen megújult külsővel várja a kicsinyeket. Híreink következnek. A közel 4000 lakosú Ajakon egy korszerű és modern iskola várja a gyerekeket. 2 telephelyen működik az intézmény, 2000-ben felújított korszerű iskolaépülettel, tornateremmel, előadóteremmel, konyhával és ebédlővel. Nagyon nagy öröm ért bennünket az elmúlt pár hónapban. 2008-ban kezdtünk el egy pályázatot informatikai infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatosan itt az iskolában, és most 2011 közepére sikerült lezárni a pályázatot, és ennek az átadó vagyunk most, informatikai eszközök, a gyerekek tanulását segítő aktív táblák, számítógépek, laptopok, projektorok, pedagógusok továbbképzését nyertük meg, közel 23 millió forint értékben. Mit jelent ez, hogyan befolyásolja ez az itt dolgozók és itt tanulók hétköznapjait? Én nagyon remélem, hogy ez pozitívan fogja befolyásolni, sőt biztos vagyok benne, hiszen pedagógusaink is, gyerekek is nagyon várták már. 9 tantermet sikerült most felépíteni, felújítani ennek a pályázatnak a kapcsán, és a mindennapi tanórákban fog megmutatkozni ennek majd a hozadéka, és igyekszünk ezzel is támogatni a pedagógusokat munkájukban, illetve a gyerekek tanulását, továbbképzését, oktatását technikai eszközökkel megtámogatni, és ezzel bízunk benne, hogy sokkal hatékonyabban fogják tudni majd végezni a munkájukat a pedagógusok és a gyerekek is. Miért van szükség az ilyesfajta újításokra is? Nyilván a digitális tábla az egy fantasztikus lehetőség a gyerekeknek, érdekes és szórakoztató egyben, de miért van szükség ehhez kapcsolódó szakképzésekre is, hiszen azt gondolná az ember, hogy a pedagógus is olyan, mint egy fiatal, bekapcsolja az internetet és már is megy. Nem csak az internetről van szó, hanem ez egy olyan új technológia, amit bármennyire is tudja valaki használni az internetet, meg kell tanulni azért valamelyest kezelni. Nem áll ez már távol a pedagógusainktól, hiszen minden pedagógusunk ebben az iskolában LCDL tanfolyamot végzett, tehát nagyon jó alapokkal rendelkezik ennek a táblának a gyors megtanulásához, elsajátításához, és ez meg is történt egyébként az elmúlt napokban. Úgyhogy a mai nap lesz egy bemutató óra is, én nagyon bízom benne, hogy nagy sikerre fog ez zárulni, és mindenki fogja látni, aki ma eljött erre a záró projektre, hogy tudja a pedagógus kezelni a táblát, és a gyerekek mennyire élvezik ennek az előnyeit. Aki nem ismeri Ajak általános iskoláját, annak mondjunk el néhány szót. Mit kell tudni az intézményről, milyen múltra tekint vissza? Az Ajaki Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egy több célú intézmény, tehát az általános iskolai oktatás mellett művészetoktatást is tartunk, felnőtt oktatást is van, esti gimnázium is van az iskolában, és közművelődési részét is mi visszük itt a településen. 330 gyerekünk van ebbe a tanévben az általános iskolában, minden évfolyamon 2 osztályjal dolgozunk, és
Én bízom benne, hogy nagyon sokat nem kell erről beszélni az iskoláról, hiszen ott vagyunk minden megyei, országos megmérettetésen, versenyen, és a szakmán belül én úgy érzem, hogy elég elismert, elég jó híre van ennek az iskolának itt Ajakon. A nyolcadikosok azért most zárják az itteni pályafutásukat, hová készülnek tovább, választanak-e erős gimnáziumot mondjuk a megyeszékhelyen? Nyíregyházára is mennek tanulóink, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy Kisvárra itt van tőlünk körülbelül 3-4 kilométerre, és itt a középiskolák minden fokozata, minden szegmense megtalálható. A gimnázium szakközépiskola szakképzési iskolák is, úgyhogy nagy rész ide jönnek Kisvárára, de mindig vannak tanulóink többen, akik a Nyíregyháza különböző középiskoláiban mennek tovább tanulni. Az ajaki iskolában az informatika mellett nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvekre is. Már az első osztálytól németül és angolul tanulhatnak a gyerekek, a számítástechnika pedig harmadik osztályban lép be emelt óraszámmal. A tanórán kívüli tevékenységek széles skáláját kínálják a nebulóknak, és mellettük a településen élőknek is. Programjaikkal igyekszenek kielégíteni a helyi kulturális igényeket is, így az intézmény legújabb beruházásával, ha csak közvetetten, de minden ajaki profitál. Minden egyes beruházás, ami a településen történik, vagy akár a térségben is történik, az itt élő emberek életkörülményeit javítja. Ez konkrétan az iskolára vonatkozik ez a pályázat, a műszaki informatikai fejlesztés, akár a táblákat tekintjük, akár a személyi számítógépet, hordozható vagy kötött számítógépeket. Természetesen itt ezáltal a gyerekek érzékelik közvetlen a hasznát, de ez kisugárzik és hat a település életére is, a családokra és az a családok meg életkörülményére is. Mindig is gond volt kisebb települések esetében, az utóbbi 10 évben a népesség megtartó erő az, hogy hogyan lehet ezt mondjuk erősíteni, gyarapítani. Az ilyen beruházások hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy mondjuk erősödik Ajakon az itthon maradási kedv? A település önkormányzatának a koncepció is az, hogy valamilyen szinten amennyire csak lehet helyben tartani a fiatalokat. Az, hogyha az oktatáspolitikai koncepciónk azt tudja tartalmazni, és jelen esetben ez Ajak esetében hál' Istennek igaz, hogy 331 nehány gyerek jár még az iskolába. Úgy néz ki, hogy megállt az a folyamat, ami a csökkenést jelentette. Ez a trend megállt, itt egy stagnálás várható ebben a viszonylatban, aztán lassú emelkedés számítunk. Mindenképpen egy műszaki fejlesztés, amit nevezzük itt a jelenlegi informatikának, ez arra ad okot, arra enged bennünket következtetni, hogy akár más települések is, akik már sajnos nem bírják ellátni mondjuk a felső oktatási, illetve felső évfolyamban az oktatást, azok Ajakra is hozhatják gyerekeiket. Minden bizonnyal azonban van még más a tarsolyban Ajakon, melyek lesznek a következő lépések, akár oktatás, akár más területen. Legfontosabb ugye az önkormányzat a legtöbb pénzt, ami más normatívákból ered, az oktatásra fordítja. Legtöbbet teszünk arányában hozzá az oktatáshoz és a neveléshez. Ez a legfontosabb számunkra, a jövő nemzedéke, a gyerekek komoly tudással való felvértezése, de természetesen emellett minden más területen fejlesztünk. Ugye az oktatási intézményünket be van adva a pályázataink, szeretnénk kívülről hőszigetelni, energia megtakarítás szempontjából fűtéskorszerűsítést végezni, sporttelepet szeretnénk felújítani, de a legfőbb gondunk a településen a körülbelül 75-ben elkészült csapadékvíz elvezető rendszernek a felújítása. Legfontosabb jövőbeni pályázatunk, amit még most van a előkészítés, illetve a tervezés alatt, ez az 5-600 millió forintos csapadékvíz elvezetési rendszer első üteme. A digitális táblák ünnepélyes átadásán részt vettek az intézmény pedagógusai, a gyerekek és szüleik is. A diákok rövid bemutatóval szórakoztatták a közönséget, a nagyteremben rendezett tárlaton pedig ajaki művészek alkotásait láthatták. Március 30-án szerdán tartották óvodába csalogató programjaikat az újfehértói önkormányzati óvodák. Ezen a napon várták az újoncokat, azaz azokat a 3 év körüli gyerekeket, akik most kezdik első közösségben töltött évüket. Az első benyomás rendkívül fontos a kicsiknél, így tudniuk kell, hogy szeretettel fogadják őket az ismeretlen intézményben. Betekintést nyerhetnek a szülők és a gyerekek is abban, hogy milyen élet folyik az óvodánkban. Szerencsés ez a nap, hisz a gyújtorna is ezen a napon van az óvodánkban,
és így betekintést nyerhetnek abba is a szülők, hogy milyen elfoglaltságot tudunk még biztosítani azoknak a gyerekeknek, akiknek különleges igényük van. De hát itt látszik, hogy az udvar meg van telve gyerekekkel, körjátékoznak, udvari játékoznak, és hát mozognak, mert hát a téli bentülés után jól esik a nagy mozgás minden gyerek számára. Valamint beszélgetünk a szülőkkel, és lehetőséget adunk arra, hogy megismerjék nem csak az óvodánkat, hanem az óvodáskornak a különböző szakaszait is, mert hát nem minden gyerek egyformán érik meg, és egy időben az óvodára, ezért feltétlenül fontos, hogy a gyereket ismerje a szülő, hogy milyen érési folyamatban és mikor érdemes óvodába lépnie. Amikor már érett a gyermek, akkor azt mondjuk, hogy feltétlenül közösségben a helye. Ahhoz, hogy a gyermek zökkenőmentesen beszokjon, feltétlenül szükséges, hogy a szülő felkészítse az óvodára a gyermekét. Ne ijeszgesse, hanem mesélje el, hogy ott egy csoda ország vár rá, és ebben a csoda országban annyi új dolog fogja érni, amiért érdemes majd óvodásnak lenni. Lehetőséget adunk a szülős beszoktatásra is. Egész nyár folyamán, bármikor a délelőtt folyamán, illetve a délután folyamán bejöhetnek, betekinthetnek, és amikor már a saját csoportjukat megtudják a szülők, akkor ahhoz az óvónénihez, ahhoz a csoporthoz is lehetősége van, hogy folyamatosan hozzászokjon és beszokjon a gyermek. Természetesen az, hogy hogyan működik majd az óvoda és a gyermek kapcsolata, az az első időben rögtön eldől, vagy tulajdonképpen mennyi idő kell ahhoz, amíg valóban óvodába szívesen jár majd a gyermek? A gyermekérési folyamatától függ, de nagyon fontos az első érzelmi kapcsolat az óvoda, óvónéni és a gyermek, valamint a szülő között. Mert ha ez a kettős kapcsolat, mármint az óvoda és a családi ház között nem jól működik, a gyermek nagyon nehezen fog tudni beilleszkedni. Mi nagy gondot fordítunk arra, hogy a szülőket így tájékoztassuk az első szülő értekezleten, illetve most a bekukkantónál is, hogy fontos, ahogy az előbb hangsúlyoztam, hogy a gyermeket felkészítsük érzelmileg is, hogy nem hagylak ott, ugyanúgy szeretlek, de nézd csak, itt lesz egy óvónéni, itt lesznek a pajtások, akik között már másképpen tudsz játszani. Ha az óvónéni szeretetteljes mosolya, ölelő karja, megértő szeretete fogadja a gyermeket, akkor nagyon rövid időn belül be tud illeszkedni. Mert érzelmi kötődés a legfontosabb a gyerekeknél. Hogyan tud mindennek azonban ennek a sokféle és sokszínű igénynek megfelelni az óvodapedagógus, hiszen amikor megérkezik az első kis csoport, akkor azért számtalan gyerek van, számtalan igénnyel, számtalan világgal, személyiséggel. Hogyan dolgozik ilyenkor egy óvónő? Ezt a sokszínűség, ez nagyon fontos, és az óvónőnek alkalmazkodni tudni kell. Nem véletlenül fogadtuk úgy a gyerekeket, hogy mi befogadó óvodák vagyunk. Tehát mindenkit úgy szeretünk, amilyen. Nem akarjuk megváltoztatni úgy a személyiségét, hogy a mi arcunkra formáljuk, hanem azt a személyiséget szeretnénk formálni, amelyet a gyermek személyében megkapunk. És ha a gyerek érzi, hogy mi elfogadtuk és szeretjük, akkor nagyon könnyen tudunk vele boldogulni. A másik dolog pedig én úgy gondolom, és nagyon büszke vagyok a kolléganőimre, hogy mindannyian arra törekszünk, hogy a legújabb ismeretekhez is utat találjunk, befogadjuk úgymond ezeket az ismereteket, de a könyvből ezt nem lehetne megtanulni. Én úgy gondolom, hogy az a attitűd, ami nem óvodapedagógusra, hanem óvónénire jellemző, mert mi valljuk, hogy mi óvónénik vagyunk, azt mi teljes mértékben tudjuk biztosítani a gyerekek számára, és így meg tudunk felelni minden gyerek számára, amit elvárnak tőlünk és a szülőknek is. A nyílt napon a szülők megismerkedhettek az óvónénikkel, a Dajka mamákkal, sőt még a konyhás nénikkel is. A Napsugár óvodában részt vehettek az udvari foglalkozásokon, kipróbálhattak valamennyi játszótéri eszközt, a csúszdákat, a mászókákat. A gyógypedagógiai foglalkozásokba is bekapcsolódhattak, gyakorolhattak például a kukacban, de ha énekelni volt kedvük, akkor körtáncot is járhattak a középső és nagy csoportosokkal. Most viszik a Tíborba, Bársonyba, könnyös koszorúba. Már én innen megyek, többet vissza se jövök. Tíborba, Bársonyba, könnyös koszorúba. Apás, bagás, jó napot! Récer utca fog.
A szülők többsége hosszas mérlegelés után dönt arról, mikor viszi óvodába gyermekét, míg a 90-es évek elején az anyukák többsége azért igyekezett, hogy még egy évet otthon tölthessen a kicsivel, addig ma már a kedvezőtlen gazdasági folyamatoknak köszönhetően a legtöbben egyszerűen nem tehetik meg, hogy kimaradjanak a munkavilágából, így bölcsődébe és 3 évesen óvodába kell vinniük a gyermekeket. Az intézmény kiválasztásakor a szerencsésebbek tapasztalataik alapján dönthetnek. Ti is idehozzátok a legkisebb gyermeket, miért esett erre az óvira a választás? Hát én nem vagyok már fiatal anyuka, és nekem van 2 nagy gyermekem, ide járt a Kovibe, és meg vagyunk elégedve. Ismerjük az óvónéniket, a dajkanéniket, mindenkit, úgyhogy hazajön a gyerek. Amikor Oviba készül egy gyermek, szerinted a szülőnek mi a legfontosabb, hogy mérlegeljen, hogy biztos, hogy jókor jön-e, biztos, hogy jó intézménybe, jó pedagógusok közé? Legfontosabb szerintem a jó pedagógusok, mert ő nekik még anyapótlás kell mindenképpen, én úgy gondolom. Úgyhogy nem az számít, hogy most kopott-e a cserép az intézményen szerintem, hanem hogy jó oktatás folyjon. Miből gondoltad, hogy most jött el a perc a kisfiadnak, hogy Oviba kerüljön? Szereti közösségi ember, ő családba született, több testvére van, és a nagyok már elmennek a háztól, és nem maradhat úgy, hogy nincsenek körülötte játszótársak. A szülők több szempontot mérlegelnek, a tapasztalatok azt mutatják, sokszor nem a fej, hanem a szív dönt az óvoda megválasztásakor. Nagyon sok szülőnél az érzelmek is befolyásolják a döntésüket, hiszen az a korosztály, akinek a gyerekei most óvodába készülnek, az a korosztály zömmel ezekbe az óvodákba nevelkedett föl. Ez is egy szempont, hogy az anyuka, apuka is ebbe az óvodába jár. Aztán szempont az is, hogy a lakóhely körzetében legyen, és amit úgy veszünk észre, hogy az utóbbi időben nagyon döntő, az, hogy milyen az óvodának a felszereltsége, mennyire kényelmes, illetve még ami szintén nagyon fontos, azoknak az óvónőknek, dajkanéniknek és az óvoda összes dolgozójának a személyisége, az egyénisége, akik ott a gyerekkel foglalkoznak majd. Ahogy Újfehértún, a legtöbb településen is ezekben a napokban tartják az óvodai nyílt napokat, majd a következő hetekben a beiratkozást. Nyíregyházán valamivel később május 3-án, 4-én és 5-én jelentkezhetnek az új óvodások. 18 önkormányzati óvoda 17 tagintézménnyel működik a megyeszékhelyen. A következő óvodai évre 1000-1100 gyermeket várnak. Ez volt a Sulijáró a nyári szünet első hónapjában. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket! Én a Kölcsei Televízió valamennyi munkatársa nevében tartalmas, de természetesen szórakoztató nyári szünetet kívánok nektek. Sziasztok!